Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Sziasztok! Itt most mindenki azért jött, hogy majd, hogy megtudja, hogy mi lesz, milyen fényes lesz az ison a napközelségkor, meg utána. Igen. Persze. Hát nem, ez nem fog megtörténni. Ellenben megpróbálok néhány lehetőséget felvázolni, hogy legalábbis kedvet csinálni ahhoz, hogy a következő 9 napban a napközelsői, meg lehetőleg az utána következő hetekben se lankadjon a fidelem, mert az igazán pozitív és előremutató bevezetővel szemben az esély még mindig megvan arra, hogy valami történjen. Ráadásul egészen különlegesen alakultak ezek a hónapok, ugyanis valahogy az ison így magával rántotta az egész üstökös világot, úgyhogy bizony nem csak az ison üstökös érkezett meg, hanem érkezett hozzá egy nagyon szép Lovejoy üstökös, aminek még nagyon komoly és érdeke szerepe lehetett. Meg jött egy, van egy Nevsky üstökös is, éppen 5-6 magnitudos kiterésbe, sőt, van egy 2012 X1 jelű üstökös szintén kiterésbe, 8-9 magnitudos fényessége, tehát igaz üstökös zápor. Valószínűleg ennek nem néztem utána, de gyanítom, hogy a teljesen egyedi jelenség, hogy 4, sőt, ugye valójában 5 binokuláros üstökös volt az égen. Sajnos ez az Encke már elosont, most már a nap közelében van, nem látható. Talán 1987 végén lehetett egy ilyen időszak, én úgy emlékszem, de hát akkor még olyan lassan jöttek át a hírek a vasfüggönyön, én emlékszem, hogy mire megjött a hír az üstökös már is ment. Ugye 2-3 hét volt a mai 2-3 másodperccel szemben, amíg mondjuk egy új üstökösnek a híre eljutott hozzánk, pedig nem is volt olyan nagyon régen, még én is emlékszem rá. És ugye a 2012 V2 itt sem volt, mert a déli égen látható, de ez is egyébként binokuláros, tehát valójában mondjuk az egyenlítőről egy fiktív, véletlen esőerdői derült be, egy benszülött, a binokulárjával valójában 6 binokulárs üstököst is meg tudott volna figyelni mondjuk egy héttel ezelőtt. Hát ezek ilyen szép képek. Úgyhogy ez a kínálat, ugye én az Enkét már kivettem, bár a képeken nagyon szépen látszik, hogy a gyönyörű fotókat lehet publikálni, elég győztem válogatni, van bőven anyag a hírportáron folytatott hír sorozathoz. Hát néhány ilyen végtelen számoszlopok szerelmese vagyok, elismerem, hogy ez némi betegség, de ismerek egy-két hasonló alakot, tehát néhány emberrel tudok beszélgetni. Hát itt ugye a napközel pontoknak a távolságban föltüntetve, hogy az ison nyilván nagyon, nagyon szépen kilóg, de ugye a Lovejoy se rossz, itt a napközel időpontoknak, ugye ez a szép nagy labda-szerű lineár az még messze van, ugye csak jövő februárban ér napközelben, itt a többiek itt környéken, ez a Nevskyről közben kiderült, hogy olyan 23-24 év a keringési ideje, tehát ez egy viszonylag rövid periódus, de a többieknek ugye itt az egyhez közeli, tehát parabolához közeli pályából látszik, hogy azok pedig hosszú periódusúak. Hát igazi üstökös mámor van, egy rovatvezető mámor, meteor szerkesztő rémmámor, vagy rémálom, mert ebből rendkívül hosszú, jó kis üstökös rovatok fognak születni. Föl is jajdult ott kín a főtitkár. De hát ugye beszéljünk erről az ison üstökösről, így fogom ejteni végig, ugye ez egy mozaik szó, úgyhogy nem fogok itt ájszonozni, hanem szépen magyarul kimondom ezt a betűszót. Amatőr csillagászok felfedezése, orosz, majdnem azt mondtam, hogy szovjet-orosz csillagászoknak a felfedezése. Itt látszik a két, hát nem őszinte a mosolyuk, a két felfedező, ugye Artyom Novichonok és Vitali Nevsky, akikről nem nevezték el az üstököst, mert hogy a képek, amiken találták, azokon, hát csillagszerű, egy utólag, ha az ember ránéz, akkor persze így fölfele van egy csóvája, de tulajdonképpen ennek is van egy kis csóvája, meg emennek is van. Szóval kisbolygónak gondolták, amikor először megteltek, így küldték el a bejelentést, a bejelentést, úgy égítést, és bizony
ha nem jelentik be rögtön elsőre egy üstökös, akkor már nem kapja meg az új szabályok szerint. Hiába derül ki később, hogy az nem kapja meg a felfedezőknek a nevét. Egyébként ugye ez a Nyevszky, ez az a Nyevszky, amit az előbb mutattam. Tehát aki két héttel ezelőtt felfedezett egy üstököst, úgyhogy kárpótolta magát. A Novicsonok pedig létezik egy Novicsonok Gerke nevű üstökös, amit két éve találtak. Tehát mind a kettőnek van saját névre is, bár gyanítom, hogy elcserélnék mindannyian, mind a ketten erre az égításra. Ezzel a, hát ugye látszik, ez nem egy profi távcső, de szép, nagyon klassz tájon elhelyezett Oroszország és a tagköztársaságok területén szétszórt, több mint 30 távcsőről van szó. És azért international, mert hogy van csomó nemzetközi tag, hát ugye már eleve, mivel mondjuk Belarusia vagy Ukrajna, az már ugye internationalnek számít, de például Spanyolországban, Dél-Amerikában is vannak ennek a hálózatnak, amatőr csillagászok által létrehozott hálózatnak távcsövei, és összehangolják a megfigyeléseket, együtt dolgoznak, ugye keresik a különböző új égitesteket, van, aki tranzienseket, van, aki üstökösöket. És ugye tavaly szeptember 21-én indult el az őrület, akkor találták meg 18,8 magnitúdónál ezt az érdekes égitestet, ugye 6,3 csillagegység távolságban, ezt akkor még nem tudták. Ugye ahhoz, hogy kiderüljön, hogy egy üstökös, legalábbis úgy közelítőleg, hogy miként mozog, ahhoz kell néhány napnyi észlelés. Tisztán emlékszem rá, hogy ezek a megfigyelések, amiket elküldenek, azok elérhetőek, ugye ezt gyűjti egy Minor Planet Center nevű szervezet az Egyesült Államokban, de van egy ilyen policyjük, hogy a megfigyeléseket ők ugyan közé teszik, de hogy mivel ők fogják össze, úgymond az ő pénzükkel futnak a számítógépek, hogy az első számításokat azt ne publikálja senki, amit ebből kiad, hanem ők publikálassák az első eredményeket. De az első eredmények annyira izgalmasak voltak, hogy egy német amatőr csillagász nem bírta ki, és küldött egy levelet, már emlékszem előző nap, hogy itt valami nagyon nagy dolog van készülőben, mert hogy az ő első számításai szerint kb. 14 hónap múlva ez a kis 19 magnitúdós kis pötty valami nagyon-nagyon fényes dolog lehet, ugyanis mindössze 1,2 millió kilométerre fog elhaladni a nap felszínétől, ahogy átszámítjuk ezt a csillagászti egységet, hogy akkor az olyan 1,8 millió kilométer, ugye abból lejön a nap sugara, tehát 1,2 millió kilométer a nap felszínétől, magyarán egy napsúroló üstökös közeledik felénk, november 28-án 18:35 UT-kor, tehát 19:35 perckor magyar idő szerint 9 nap múlva, nagyon pontosan 9 nap múlva fogja elérni a nap közelségét. És ugye miért szeretjük ezeket? A napsúroló üstökösök gyakorlatilag az emberiség történetében a fényes, látványos üstökösöknek legalább a felét ezek az égitestek adták. Olyan kométák, amelyek hát ilyen 0,1 csillagászti egységnél, de akár még ennél jelentősebben is megközelítették a napot, és ezek általában nagyon fényes, látványos égitestek lesznek, hiszen ilyen közelségben olyan erősen hat rájuk a napsugárás, hogy tulajdonképpen nem függetlenül, de jó részt független attól, hogy mekkora is az üstököseknek a magja, ami ez egy fontos szempont, olyan ütembe párolog, hogy mindenképpen látványos és fényes üstökösökké válnak. Tehát az, hogy közel megy a naphoz, ez garancia arra, hogy nagyon látványos lesz, hát persze, hogyha eléri. Az 1680-as üstököstől kezdve, amit hát hónapon keresztül az egész művelt világ nagy figyelemmel kísért, és végül is ennek az üstökösnek a megfigyeléséből vezette az első parabolapályát Newton, és tudta bizonyítani, hogy nem egyenes vonal mentén, meg nem a Mars a Vénusz között, meg ilyen helyeken keringenek az üstökösök, hanem bizony nagyon hosszú periódussal, nagyon messziről jönnek, és ez a nagy fényességnek és a hosszú több hónapos láthatóságnak volt köszönhető. Ugye klasszikus 1843-ból, 1882-ből, ugye itt ezeken a régi képeken mindig a tájból lehet következtetni arra, hogy micsoda fantasztikus égitestek voltak. Itt még ugye a vízen tükröződő üstökössel volt rest a karmetszetnek a készítője oda rajzolni, és ugye 1965-ben, immár fotográfián, egy jelentősen följavított persze már, nagyon sok ilyen régi jó kis 60-70-es évekbeli képet digitalizáltak, nagyon szépen följavították, úgy
az IKEA szeki üstökös. Már most egy kicsit elbizonytalanodtam. Tehát az, hogy egy ilyen égitest közel megy a naphoz, az nagyon nagy esély arra, hogy valami nagyon látványos égitest legyen. És miért egy végtelen számoszlop? A lényeg az, hogyha kiveszünk egy nagyon különleges üstökös családot, a Kreutzféle napsurolóknak a családját, ami mondjuk tekinthetjük úgy, ez körülbelül egy olyan tucatnyi ilyen üstököst ismerünk, ezek nagyon jelentősen néhány százezer kilométerre megközelítik a napot, ezek a klasszikus napsúroló üstökösök, de azok valójában egy égitestnek a feldarabolódásából születtek valamikor, hát talán időszámításunk előtt 5. században, és azóta az üstökös szétszakadt darabjai járnak vissza, ugye így már többen lettek, az üstökösök is osztódással szaporodnak, de ha azt mondjuk egynek vesszük, mint hogy az elmúlt néhány ezer évben érkezett egy üstökös, ami feldarabolódott, akkor amellett összesen az emberiség történetében ennyi olyan égitest van, amelyik egyáltalán 0,1 csillagászti egységnél, tehát 15 millió kilométernél közelebb került a naphoz. És hogyha végigbogarásszuk a számsort, akkor ez a Kreutz üstökös, ez az 1680-as, és utána rögtön jön az Ison. Tehát tulajdonképpen nem füllentünk nagyot, ha azt mondjuk, hogy az emberiség történetének harmadik legkisebb perihélium távolságú üstököse érkezik hozzánk, azt hiszem ez egy elég ritka és különleges, unikális dolog, tehát már csak ezért is érdekes ez. A kép az viszont eléggé árnyalt. Ugye itt a maximális fényességekben, ha végig tekintünk rajta, meglehetősen nagy szórás van. Ugye a mínusz 10 meg mínusz 6 magnitúdótól, amit a csillagocska azt jelenti, ennél a valójában csak három olyan üstökös volt, amit a nappali égen is meg tudtak figyelni szabad szemmel vagy távcsővel, attól kezdve itt látunk plusz 10 magnitúdós, meg plusz 8 magnitúdós maximumokat, tehát rendkívül nagy a szórás, de itt, ahol ilyen nagyon keveseket látunk itt a pályaívnél, hogy hány napig tudták megfigyelni, ide vigyeztettem egy E betűt, magyarul, hogy a perihélium előtt tudták megfigyelni. Magyarán bizony vannak olyan kis perihélium távolság üstökösök, amelyek nem érték el a napközelségüket, hanem széthullottak már mielőtt elérték, és hát ez egy eléggé kényelmetlen hír, és egyben kuncogásra készteti a kint ücsörgő főtitkárt is, hogy bizony vannak széteső üstökösök. A többség az úgy áthaladt, hát ilyen plusz 2, és akkor a számolt fényesség az mínusz 2, de nem látták, meg mínusz 3, meg mínusz 5, csak mínusz 2-nek észlelték, hát de kiegyeznék mondjuk ezzel, hogyha mínusz 2-nek lehetne látni. Tehát egy eléggé változatos csoport, ugye az abszolút fényesség, ami megmutatja, hogy milyen fényesség üstökös, ugye 11 és 4 magnitúdó között, tehát nagyon, nagyon változatos csoport. És ugye emiatt, hát itt bizony kérdőjeles, legalábbis a felfedezéskor mindenképpen az volt, hogy hát akkor mi is, tehát nem volt teljesen triviális, hogy ez biztosan akkor egy nagyon-nagyon fényes, ilyen napsúroló üstökös lesz, tehát mindenképpen egy teljesen egyedi objektum, nyomj, még visszamegyek, és ugye az is itt látszik, hogy itt a leghosszabb pályaívek, azok is messze alulmúlják azt, ahány napja ezt megfigyeljük. Tehát ilyen távolságban valójában én a Szeki Linnaeus üstökösnél, és valójában 60 nappal a napközelség előtt fedezték fel, az a hosszú pályai már távozóban van, tehát valójában ilyen 2-3 hónap a maximum. Tehát ilyen, hogy 14 hónappal a napközelség előtt egy napsúroló üstökös megtalálnak, ilyen soha nem fordult elő. Tehát már eleve egy ilyen sötétben tapogatózásnak indult a dolog, hogy mi fog történni, és hát később bebizonyosodott, hogy ez az Ison, ez nagyon nagyon sok szempontból különleges. Ja, hogy lehetne kiszámítani azt, hogy milyen fényes lesz? Honnan tudnánk megmondani, ugye miért? Mondtuk azt, hogy ez az évszázad üstököse lesz. Hát erre van egy ilyen csodálatos, szép kis képlet, ugye egy abszolút fényesség, meg a földtávolságtól nyilván függ, hogy milyen fényes egy üstökös, meg függ a naptávolságtól, de ugye nem csak tisztán, ugye itt mondjuk egy visszavert napfényről van szó, egy szilárd testről, hanem ugye valahogy az üstökös növeli az aktivitását, és ez egy bizonyos ilyen ezzel a paraméter, ezzel a tényezővel írják le, ugye, hogy közeledik, és egy nő az anyagkibocsátás, ugye nagyobb porfelhőt fúj mondjuk maga köré, meg több gáz bocsát ki, ami sugárzódik, és emiatt ugye növekszik a fényessége ugye önmagába is. Tehát akkor is fényesedne, hogyha a földtől való távolsága pont nem változna, de a naphoz közeledik. És ez itt a kulcs, ez a fényesedési paraméter, ez mutatja meg, hogy mennyire meredek
az, ahogy a nap felé közeledve fényesedik, és hogy ez mutatja meg azt, hogy magasra ér-e a fényesség, vagy épp alacsonyra ér-e a fényesség. És ezt kutatjuk. Ennek van egy átlagos érték, amivel szoktak számolni, de hát ez egy nagyon-nagyon átlagos érték, és bizony, sajnos ez nem is állandó. Itt látható egy évelei példa, ez egy viszonylag egyszerűbb eset, amikor megtalálják az üstökös, és szépen egy egyenes mentén kifényesedik, és aztán elhalványodik. Bár látható, hogy itt is ezt egy ilyen legörbülővel kéne közelíteni, de itt látható, ugye egy ilyen 13-as, ez viszonylag gyors fényesedés jelent, ugye behelyettesítve a 2,5-en helyére, ez így nagyjából szépen fölfényesedett. Tehát itt már meg lehetett mondani ezen a szakaszon, hogy őt milyen, hogy fog tovább fényesedni, és akkor milyen fényes lesz, és úgy ez nagyon jó, akkor előre lehet jelezni. Ugye kicsit később jött a Lemmon üstökös, amit mi is sokszor megfigyeltünk, hát itt már nem olyan egyszerű a dolog, ugye itt ez is szépen ütemesen fényesedett, de sajnos pont a legkritikusabb időszakban, amikor még itt kellett volna növelni a fényességét, ugye itt 3 magnitúdó lett volna ki, az volt az előrejelzésekben, hát bizony megváltozott ez a meredekség ennek a görbének, valami fizikai dolog megváltozott az üstökösbe, szépen ellaposodott, és hát bizony csak 5 magnitúdó környékére fényesedett, ugye a szürke jelöli az eredeti útvonalat. Tehát bizony lehetnek itt váltások, és ez nehezíti a dolgot. És hát hogyha hosszú időn át figyelünk egy üstököst, ami az utóbbi években egyre inkább előfordul, hogy nagyon nagy naptávolságban, évekkel a napközelség előtt felfedezünk egy üstököst, amint korábban nem fordult elő, hát akkor bizony ilyen nagyon szép oszlopokat lehet gyártani. Szóval változtatja, rengeteg féle módon fényesedik az üstökös, nem is tudom, 6 vagy 7 féle különböző változás szenvedett, ahogy közeledett meg, ahogy távolodott összesen ez a paraméter. Tehát nagyon nehéz előrejelezni. Ez egy nagyon lutri dolog, vannak könnyebbek, vannak nehezebbek, de ezt elsőre nagyon-nagyon nehéz megállapítani, hogy itt látható, itt is természetesen az történt, általában is az történik, hogy a fényesedés a naphoz közeledve ellankad, ugye és kisebb magnitúdót ér el az üstökös, mint azt előre számították a folytonossággal. De ezeket előre megmondani, ugye ez egy jó kérdés, amikor itt jár az üstökös, honnan fogom kitalálni, hogy mit fog csinálni egy év múlva. Ugye ez a üstökös kutatásnak, a nagy üstökös kutatással foglalkozó csillagászoknak a nagy feladata. Ugye az első ilyen nagy ráfaragás, ilyen elhalványodó, ellankadó üstökös, ugye az előző évszázad üstököse, a Kohutek volt, amelyiket ugye -10 magnitúdós égitestre jeleztek előre, aztán hát végül is... Most nézem, egy temető? Fölöttem, mintha ez egy temető lenne, bár nem, ez mintha egy vár, hogy lehet, hogy vár. Szóval, hát azért valami lett, de nem az igazi. Tehát olyan milyen +1, +2 magnitúdós nagy-nagy csalódás volt, pedig még ugye még a Magyar Rádióban is volt közvetítés, meg a Skylab űrhajósaival is beszélt maga a felfedező. Tehát ez egy ilyen nagy, sokkal nagyobb sajtóviszonyja volt véletlenül, mint most az Isonnak, de hát aztán elég nagy lebőgés lett belőle. Nem úgy egy évvel, vagy másfél évvel később a West üstökös, ahol viszont nem tudták előrejelezni, senki nem várta azt, hogy milyen szép látványos. Ez olyan fényesként gondolták, hogy majd jó lesz, de aztán végül iszonyatosan látványos, -magnitúdós üstökös lett, jó pár magnitúdóval fölülmúlva a várakozásokat. Ez mind a kettő olyan égitest volt, amit viszonylag korán, több mint fél évvel a napközelség előtt felfedeztek, ami korábban ritkán fordult elő, csak ugye itt a 70-es években már viszonylag sok megépültek, a nagy ilyen fotografikus, egyre több nagy Schmidt távcső épült, vizsgálták az eget, és megtalálták ezeket a halvány üstökösöket már nagy naptávolságban, de látszott, hogy itt bőven van még mit tanulni. A korábbi évszázadokban, a 19-20. Század megfigyelés alapján levont következtetések, azok nem működnek akkor, hogyha egy távolról érted, ha messze felfedezünk egy üstököst, itt másképp viselkednek a dolgok. Ugye, hogy lehet mégis valami támpontot találni? Hát ez az üstökösök eredetével függ össze. Ugye azt, hogy a fél nagy tengelyük az eredetileg, még mielőtt beléptek a naprendszerbe, és ugye a bolygók elkezdték rángatni őket, mindenféle pályaváltozásokat szenvedtek, az mennyi volt, ugye az 1 per, ugye az A az a fél nagy tengely, magyarán milyen hosszú a periódusuk, honnan érkeznek? Milyen messziről jönnek hozzánk, hanyatszor látogatnak a naprendszerben. És itt találtak egy nagyon jó támpontot, amit minden mai napig tudunk használni, azt, hogy ugye
ugye itt, mint mutattam, a Kotec, meg ez a 2001 NEAT, ez volt az a 7-szer változtatós, ugye végül a eredeti fényesség alá menő üstökös. Ugye ezeknél ez nagyon-nagyon közel van az A, ugye az 1 per A, ez nagyon-nagyon pici, ugye azt mondja, hogy egy körül van mind a két esetben, sőt itt csak hiperbólát tudtak leszámolni, de az a lényeg, hogy ezek mind nagyon hosszú kering, tehát a csalódást keltő üstökösök mind nagyon hosszú keringés idejűek, vélhetően a bizonyos Oort felhőből, ami az üstökösök raktára, most először látogatnak hozzánk. Ezek mindig alulmúlják azt a várakozást, amit a távoli fényességük alapján várunk. Amelyek viszont már ugye ez a néhány ezer év az üstökösök esetében, vagy 10 000 év az semmi, az csak nekünk hosszú, amelyek, mint például a West, vagy az évelei lineár, amit mutattam, hogy szépen fényesedett, amelyek már többetszer jönnek, tehát sokszor jártak véletlenül a naprendszer belsejében, azok pedig viszonylag stabilan és gyorsan fényesednek, ahogy közelednek a nap felé. Tehát van egy ilyen klassz kis támpont, kivételek persze mindig vannak, ez a 2006-os McNaw üstökös, amelyik az Oort felhőből érkezett, de bőségesen felülmúlta a várakozásokat. Természetesen mondanom, csak kizárólag a déli féltekéről volt megfigyelhető, ugye, szokás szerint. Tehát vannak kivételek, de egész jól lehet használni ezt a fajta megkülönböztetést, hogyha kiszámoljuk a pályákat. Nosza, akkor megvan ez az ison, jön közel, hát próbáljuk meg kiszámítani ezt a fél nagy tengelyt, ami nem is olyan egyszerű feladat, de pláne annak fényében, hogy bizony van még egy probléma ezekkel a fránya üstökösökkel, ugye, hogy jönnek a nap felé, hát időnként bizony egyszer csak fogják magukat, és darabokra hullanak. A szép kis csóvás, központi magas üstökösből egyszer csak egy ilyen elnyúlt, mag nélküli felhő lesz, szépen így elterül, és aztán már csak néhány repesz darab figyelhető meg, és ilyen lehelletként szétfoszlanak, és eltűnnek, és soha nem érik el a nap közelségüket. És hát bizony az utóbbi időben több ilyet is meg lehetett figyelni, tehát még az is előfordulhat, hogy szétesik egy ilyen. Az előző az 2000-ben volt, ez pedig nem is olyan régen, azt hiszem 2011-ben Elenyin nevű másik orosz üstökösnek a, ugye, hogy szépen a szép központi sűrűséges üstökös egy ilyen felhővé válik. Ez látszik ezen az animáción, és ugye ezeknek felrajzoljuk a fénygörbét, tehát akkor bizony, tök jó lesz, és aztán így ellankadnak. Ugye itt is egy ilyen, hát egyébként itt már megfigyelte, egy érdekesen egyenes plató. Tehát itt már voltak problémák az üstökössel, de olyan szép reményű alatt, 4 magnitúdó, hát 8-nál fogta magát, és szétporlat. Na, ugye még ezzel is számolni kell, de erre is van egy tapasztalati ilyen képletünk, ez a Bortle formula, itt már fölírtam, itt nézegették ezeket a széthulló, meg ilyen halvány üstökösöket, és kiderült, hogy viszonylag jól be lehet lőni egy ilyen képlet, amiben az abszolút fényesség az 7 plusz 6-szor a perihélium távolság, bár szerintem ezt egyenes simán le lehetne hozni ide, de szóval még lehet ezt a dolgot paraméterezgetni, de hogy azok, amelyek ugye túl halványak, ugye ez itt az abszolút fényesség, ugye nyilván a növekvő számok egyre halványabb üstökösök, és ugye itt a nap közelpont, hogy egyre közelebb vannak a naphoz, nyilván ugye a nap nagy forróságában egyre fényesebbnek kell lenni az üstökösnek, hogy kibírja, tehát ugye ezért döntött ez az egyenes, és ez szépen itt tényleg, ami kicsi abszolút fényességek voltak, azok szét is hullottak, hát itt van egy-két átlógó pont, de hát ugye nyilván azért, hogy ez nem szentírás, hogy itt mi fog történni, és akkor ezt meg kell határozni az üstökösnek az abszolút fényességet, tehát hogy milyen fényes. A probléma, hogy ugye ez, hogy az egy csillagászti egységtávolságra vonatkozik, tehát ki kell találni, hogy mennyi lesz majd egy csillagászti egységtávolságban a fényesség, ami szintén nem egyszerű, és akkor meg lehet mondani, hogy hát ez túl fogja élni, vagy nem fogja túlélni. No, tehát sok gond itt közben jöhetett még, úgyhogy izgalmas volt ez a 14 hónap. Na most, hogy lehet meghatározni ezt a fél nagy tengelyt? Hát ez több hónapnyi megfigyelés kell, és hát persze az ember türelmetlen, meg hát akar egy ilyen égitesnél, hogy mindenki fölvillanyozódott, hogy mi fog történni. De most még hónapokat kell várni, az tiszta agyrém, de szerencsére ma már az eget bőszen fotózzák össze-vissza, úgyhogy rendkívül nagy mennyiségű kép áll rendelkezésre, amin esetleg nem találták meg az üstököst, és hamar az isonról is erőkerültek, nagyon bíztató
felvételek. Ugye 2012. szeptemberében találták, és még az előző szembenálláskor, hónapokkal korábban, ez itt ugye a napközelség előtt 23 hónappal, majdnem két évvel készült felvételeken megtalálták, pontosabban ki is mérték, benne voltak a pozíciómérések az archívumokban, csak mivel kisbolygónak vélték ezek a programok is, a többi éjszakáként 10,000-ével észlelt új kisbolygók között megbújtak ezek. És nem esett ki, hogy ez egy nagyon távol égitest, de elég hamar előkerültek, és kiderült, hogy már 8,7 csillagászterültség, azon majdnem a Szaturnusznak a távolsága, hát nem volt túl fényes, 20 magnitúdó, de ahhoz már működni kell a magnak. Tehát egy nagyon nagy távolságban is ez már aktív volt, nem lehet olyan picike, nem lehet csak néhány száz méteres, vagy majd szétessen, ez nagyon bíztató volt. Ráadásul ki lehetett számítani a fél nagy tengelyt, ugye hiszen hirtelen a felfedezés után gyakorlatilag néhány nappal hirtelen 10 hónaposra nyúlt a pályaív, amivel lehet periódust mondani. Hát nem voltak jók a hírek, itt nagyon sok nulla az egy per A, ugye ez fordítva az egyes után nagyon sok nulla a fél nagy tengely, hát olyan 31-32 millió évre jön ki a formális keringési idő, tehát ez nagyon az ortfelhőből jön ez az üstökös, ez nagyon új. Tehát teljesen ilyen felszíne. Ugye az új üstökösök azok pedig, ugye ők az ellaposodók, amik lassan fényesednek. Ez egy rendes esetben, hogyha azt mondtuk volna, hogy mondjuk 0,6 csillagászterültségre közelíti meg a napot, akkor azt mondja, hogy hát igen, ez lassan fog halványodni, hiába találták meg ilyen korán, ám hogy lesz 6 magnitúdos, jó, megnézzük binokulára, és akkor hát mégiscsak lesz egy valamilyen szép üstökös. Csak hogy ugye itt volt ez a nagyon pici, nagyon kicsi perihélium távolság, ami mégis azt mondta, hogy ott ez hogy mondt, ki fog kompenzálni, tehát kárpótlódni fog ez a dolog, és hogy még inkább ugye magunkat biztassuk, hogy ez milyen jó égés, és tényleg milyen nagy. Elkezdték átnézni manuálisan is a képeket, ugye ezek annyi felvétel készül, ma már ezek az automata, ugye látható, hogy több méteres, ugye méter fölötti távcsövekkel, hogy ezeket szoftverek nézik át, ez ember, nincs az emberi erőforrás, nincs annyi kínai csillagász, aki ezt manuálisan át tudná nézni. Úgyhogy amiket megtalál az automata, az éjszakánként több ezer, meg több tízezer új objektum, az épp elég. Nem vágynak még 300-ra, akik a programokat futtatják, azt megtalál, amit nem, hát azt nem, majd egy hét múlva megtalálja a szoftver, mert akkor épp úgy jön neki a képek. De hát nyilván az üstökösöket elkezdték manuálisan átnézni az elarchivált CCD képeket, és bizony itt a Pan-STARRS, ugye az üstökösöket híres programnál, sok korábbi dátumról, amikor nem vette észre a szoftver, mondjuk ilyen 20 meg 21 magnitudára nem csoda, sikerült egészen eltolni 2011. szeptemberéig, ugye ez a felfedezés előtt már egy évvel, a napközelség előtt meg, nem is tudom mennyi, ez már két év, két hónappal van, 9,4, szinte a Szaturnusz távolságában, már hát, ugye csak 21 magnitudos volt, de nyomott, tehát már aktív volt. Az már nem a tehát néhány, nyilván ilyen távolságban egy néhány kilométeres üstökös meg nem látszik. Tehát az, hogy a képeken látszik, azt jelenti, hogy már ilyen távolságban is aktív volt, bocsájtotta ki magából a gáz. De ez nem meglepő. Ezek az új üstökösök az elképzeléseink szerint, hogy most először jönnek be a naprendszer belső térségébe, tehát tele vannak illóanyaggal. Tehát nem véletlen, hogy ezek nagy naptávolságban elkezdenek már anyagot kibocsájtani. Ugye úgymond átvágnak minket, nagyon sok az illóanyag, elkezdek nagyon párolni, felfedezzük őket nagyon korán, a Jupiter és a Saturnus között, milyen fényes üstökös jön, de jó, és akkor jön beljebb, de akkor már nem nő annyira az aktivitás, mert egyrészt hamar kimerülnek ezek a nagyon illékony tartományok, másrészt egyszerűen utána már nem olyan erős a fényesedés. Eleve egy öreg üstökös, hogy már sokszor járt a nap közelében, azokat nem szoktuk ilyen messzeségben felfedezni. Általában néhány hónappal, vagy maximum fél évvel a nap közelséget, inkább már ott a Jupiter távolsága vagy azon belül, mert nekik már nincs ez a nagyon illékony külső részük, az már elpárolgott a korábbi napközelségek során, tehát a felszín az viszonylag úgymond már száraz, jegekben szegény. Tehát neki sokáig kell jönni a nap közelébe, hogy eléggé felforrósodjon, hogy kezdjen párologni, na akkor viszont már ugye nagyon nagy hőterhelés ér, és akkor gyorsan, akkor már átforosodott, elkezd nagyon nőni a fényessége. Tehát ezért ugyanez ezek ilyen álca, vagy ilyen átvágos üstökösök, ezek a korán nagy naptávolságban felfedezettek, sosem szabad elhinni azt, hogy ezek majd nagyon-nagyon fényesek lesznek, mindig nagyon óvatosan kell várni, és tényleg az ilyen messzeségben felfedezett kométákról szinte mindig kiderül, hogy az ortfelhőből jönnek.
Ezeket nagyon óvatosan kell bánni, ezek lesznek nagy naptávolságban, fényesek. Szóval kiderült, hogy nagyon messziről jön, tehát álca, hogy ilyen fényes, nem lesz mínusz 15 magnitúdos, de azért a kicsi naptávolság miatt mégis nagyon fényes égitestre számítottunk. Hát elkezdődött ugye a 14 hónapos várakozás, az nagyon hosszú, amikor az ember az évszázad üstökösét várja, de hát jobbat nem tudtunk tenni, mint hogy elkezdtük észlelgetni az üstököst, úgyhogy itt néhány megfigyelést, néhány magyar megfigyelést összegyűjtöttem. Hegyhátsáról Horváth Tibor volt az első, aki 5 nappal a felfedezés után már meg is örökítette itt a nagyon halványka kis üstököst, 18 magnitúdó fényesség, hát az nagyjából megfelel a felfedezetnek. Ja, aztán ugrunk egy kicsit az időbe, decemberre, immáron 17 magnitúdos az üstökös. Hát ugye nem túl fényes, de a képek egy 10 centis távcsővel készültek, tehát annyira ez azért nem rossz, meg DSLR géppel. Szépen decemberre elérte a 17 magnitúdot, sőt januárra már szép kis üstökössé fejlődött, 10 centis távcsővel, és mintha lefele kis csóva is, de 16 magnitúdot, kiváló, néhány hónap alatt 2-3 magnitúdot fényesedett, hát jó lesz ez, jó lesz ez. Szép fényes lesz, ott lesz a mínusz 10, nappali égen árnyékot fog vetni, tehát lesz egy árnyék a naptól, egy meg az üstököstől, mindenki nagyon boldog volt, különösen a rovatvezető. Na erre föl az idén év elején, ugye persze utólag készült képek, ez a 8 méteres Gemini távcsővel, sajnos ezeket nem mi csináltuk, kicsit nagyobb távcsővel, mint ami nekünk rendelkezésre áll, de hát itt ez hát itt nem történik. Nem történik semmi, és hogyha itt felrakjuk a dátumokat, február, március szépen mindig észrevette, április van, május volt, 15-9 megállt ennél a 16 magnitúdónál, ugye beindult messze, és aztán megtörtént az üstökösnek a szép kis ellankadása. Ugye hát itt már a sorról szóló hírek mind gyászkeretben voltak, az üstökös elveszett, de hát ugye még mindig ott van ez a kis nap, tehát el fog halvinni, de majd amikor a nap közelébe ér, és 2000 fokosra fölhevül, akkor aztán majd nagy csóvája lesz, és jó üstökös lesz ez, jó üstökös lesz ez. Elkészültek HST felvételek, és hát itt látszik, előre megy ki az anyag, ugye a mag nem nagyon látszik, hát tovább lehetett 5 km átmérő, lehetett, hogy csak olyan 1 km átmérő, tehát jó az a kilométer, az már jó nagy, hát látszik, hogy jön ki belőle az anyag, hát ez csak nem fog szétesni, csak nem fog szétesni. Na és úgy gondoljuk, hogy a néhány kilométeres lehet maximum az üstökösnek a magja. Na, eltűnt a nap mögött nyárra az égitest, ugye a ikrek csillagképben volt nagyjából megfigyelhető, meg a rákban járt, tehát nyilván nem volt megfigyelhető a nyári időszakban, és akkor augusztus végén, szeptember elején előjött, vártuk, hogy mi lesz, egyáltalán előbukkan-e. Hát előbukkant, és valamiféle fényesedés, ugye már 13,6 magnitúdó, az meg 40 cm-es távcsővel látszik vizuálisan is, fantasztikus, tényleg az évszázad üstököse. Nem voltunk boldogak, már ilyen 10-11 magnitúdót el kellett volna érni, tehát látszott, hogy lapos, fényesedik ugyan, de laposka az a gőben. Szeptember végére már kezdett egészen pofás lenni, ilyen üstökös alakot ölteni. Egy kicsit furcsa volt ez a nagyenyes, ilyen nagy égi durunk, tehát ilyen Frédi és Bénibe szoktak lenni ilyen harci fegyverek. De furcsa, hogy itt nem kezdte el szétteregetni a csóváját, de ez azért van, mert ugye mivel napsorul üstökös, és pont a nap felé megy, ezért ugye nem rajzol egy ívet, ahogy akarja majd megkerülni a napot, ugye emiatt a por az szépen egy egyenes mentén, egy ilyen cső mentén oszlik el, ugye nincs egy ilyen szét, egy ilyen legyezővé terülés, ugye, hogy mindig, ahogy fordul az üstökös, mindig ugye más irányba dobja ki a port, és akkor az egy ilyen legyezőt formál. Szépen egy ilyen cső alakú üstökös lett. Itt jártunk szeptember végén, 28, most nézem, eddig fel se tűnt, ez pont 2 hónappal a napközelség előtt, hát még mindig ilyen 12-13 magnitúdos, vizuálisan már ilyen 11 volt, hát ebből nem lesz semmi különös. Ugye október 1-én volt egy nagy ugye érdekesség, nagyon izgalmas dolog, elment a Mars mellett, hát 10 millió kilométerre, hát ha az akarom kevés, ha akarom sok, de hát a Marson ugye tele van mindenféle jó kis űrszonda, 3-4 kering, 1-2 gurul rajta, hát majd fotózzuk, és milyen nagyon klassz észlelés, ugye közel kell az üstökösök, a fantasztikus felvételek fognak készülni. Hát ezt publikálták eddig. Itt
5 és 3 pixel között változik a képen az üstökösnek a mérete. Hát nem történt világ megváltás. Minden esetre az itt egyébként látszik, azért azt megmutatom, hogy milyen szerencsés, bár 60 fok az üstökösnek a pályaírása, de pont úgy van fordulva, hogy egész jól végigjön itt a bolygók mellett. Tehát valójában ugye a Mars pályát és nagyon megközelíti, de egyébként a Föld pályát, meg a Vénusz pályát is, csak ugye mi nem jártunk ott, de egyébként a Föld pályához mért távolsága az mindössze 3 millió kilométer. Tehát 0,02 csillagászti egység, tehát valójában lehetőség lett volna egy nagyon szoros közelítésre is. Már most leszögezem, ugye itt fölmerültek, hogy majd valamikor decemberben vagy januárban ideérünk, és akkor majd meteorraj lesz. Nem lesz meteorraj, mert a por, az ami lemaradt, az is addigra már bőven szépen tova száll, meg valójában egyébként ez egy nagy távolság. Meteorraj szempontjából itt nem század, hanem ezrednek, tízezred csillagászegységnyi közelség. Ez kéne lenni. Ennek kéne lenni. Tehát itt meg kéne várni néhány keringést, hogy jobban szétoszoljon a por, és mire mi odaérünk a Földdel, akkor is ugye legyen kitörés. Hát így a 31 millió éves keringés idővel egy 100-200 millió év múlva lehetséges, hogy elég jó meteorraj lesz majd az Ison üstökös mögött. Tehát így végig mászolgott szépen az ekliptikán, ugye lehetett szép képeket csinálni, hát még mindig csak egy ilyen kicsit már zöldült, mert jött ki belőle a gáz, ugye a piros Marssal, ugye nyilván a fizikai közelség azt jelentette, hogy az égen is közel vannak, és akkor lehetett ilyen szép marsos képeket csinálni, és akkor hát így október végére hát kezdett növekedni már ilyen 10 magnitúdos meg a fölötti becslések jöttek, de hát már Mars pályán ugye már áthaladt, mindjárt jön a Föld pálya, hát ott már nagyon kéne hasítania, de hát semmi különös, nem tudom, a november elejére már kezdett ilyen szép nagy bumszlit növeszteni maga fölé, nem is tudom, ez a Friedrich Bénit már túlhaladó méretű furkós bot volt az égen. De hát nehezen alakultak a dolog. Ráadásul a bizonyos galád emberek nem átállottak fölpöttyözni az üstökösnek a fényességét, ugye az idő függvényében, ugye haladunk a nap felé, ez itt a perihélium. Hát hasonlítsuk össze régi üstökösökkel. Más nem nagyon tudunk csinálni, mint összemérjük régi üstökössel. Ez egy bizonyos, ez a Seki Linus, ugye ez szépen ez így jött, felfedezték, itt találták, az egyik leghozzá szépen jött, 8-ról, 4-ről, kitört fel, -2-re, lement, hát ez egy jó, hogy ilyen lesz, az már nem rossz, hasonlítsuk össze ezzel, hát még ez sem, tehát itt már szó nincsen -10 magnitúdóról, de még ez alá is szépen bekúsznak a fényességbe, csak hogy eleve itt passzol össze a két görbe, itt látható alul, ugye, itt erre csökken a naptávolság, itt van itt jön a miénk, és akkor itt van egy másik, ez a 2002-ben a Hönig üstökös, ami ugye itt jött, megállt, és aztán ez is egy ilyen szétesés üstökös volt. Hát ez erősen kunkorodott a Hönig felé, tehát nem a legalább -2 magnitúdóig fényesedett fel, hanem itt ment. És ez volt október elején, és akkor szépen ezt hetente, 10 naponta frissítette az űrge, és akkor a pontok azok bazira mentek erre, nem tudom semmi, haj, szépen, ugye a kis csillagocskák október végére szépen rásimultak itt a Hönignek a fénygörbére, elmaradtunk ettől, és hát ez itt ugye, mi történik? Hát majd itt szét fog esni. Ugye itt volt a teljes gyász, letargia, étvágyam is többször teljesen elment. Ilyen tragikus dolog volt, de szerencsére november 10-éig, ugye szépen ennek még mindig nagyon alatta járunk, de november 10-éig hát legalábbis nem esett szét. Tehát ezt a 0,8 csillagászti egységet, ahol egyébként elég sok üstökös szétesett, ez szerencsétlen sem túlvészelte, vagy túlélte, és hát nem volt valami túlfényes, de mégis ez mint egy valami fényesedés, és úgy egyben volt, szépen egyben volt. Tehát mindenki bizakodott, de hát hogy ebből mi lesz, hogy ennél is halványabb, hát ilyen kis véna üstökösként fog majd kinézni, hogy mi fog történni ezt. Azt hát, és ugye senki nem tudta megmondani, míg nem november 14-én, azaz 5 nappal ezelőtt egy dél-amerikai lassiai távcsővel egy program trappistnak hívják, ugye a trappista sajtról nyilván, akik nap-nap után minden derült este figyelik az üstököst, jött egy felhívás, hogy az üstökösti különböző szűrőkkel figyelve rendkívüli módon többszörösére nőtt az anyagkibocsátás az előző éjszakához képest,
És bizony, ezután megjöttek az első végre igazán látványos fotók, az üstökös 13-áról 14-ére viradó egy egész intenzív kitörést produkált, 3 napon keresztül napi 1 magnitúdót növelte a fényességét, tehát megduplázta a fényességét, és végre 8 magnitúdóról plusz 5-re fényesedve, ugye azt a reményt keltette mindenkiben, hogy hát most akkor kifényesedik. Persze, ugye tudjuk, hogy ilyen kifényesedések a széteső üstökösöknek is a sajátjai, mikor széthullanak, és a belsejükből friss anyag kerül a felszínre, és még egy utolsót felvillannak, úgymond, és aztán teljesen elenyésznek. Tehát ez akár, ez a fényesedés az üstökösnek a haláltusája is lehetett volna. A klasszikus, legszebb kép. Szépen felugrott 5 magnitúdal a fényesség, ez már szabad szemmel látható, és bizony ez egy 7 fokos. Tehát ugye a teleholdnál már 14-szer rosszabb, persze csak fotókon látszó szép kis csóvát növesztett 16-ára, tehát 3 nappal ezelőttre. Már ilyen klasszikus képeket lehetett csinálni. Nagy kérdés, ugye a következő, hogy most hát ez a visszatérés az élők közé, vagy csak egy utolsó felvillanása az üstökösnek. Ja, egy kis galéria, nekünk is volt szerencsére vasárnap hajnalra, hát kiderült meg a ködrétek fölé, szombat hajnalra lehetett mászni, és a szép hazai felvételek is készültek az üstökösről, hát eléggé jól nézett már ki. A holdfény persze már erősen zavart, éppen hogy lement egy kicsit még a világosodás előtt, de kezdett üstökös formát ölteni az égitest. Na most itt van egy nagyon érdekes film, egyetlen egy felvételen van 4 üstökös. A felvétel viszont a világűrből készült, emiatt elég furcsa a perspektívája, de nagyon-nagyon szeretem. Ezt a sztereó űrszondának van nagyon nagy látószögű, ilyen 50 fokos látószögű kamera van beleépítve, ugye kering szépen, ugye a napot figyeli, de szépen a nap melletti területeket is, óriási, ugye látszik, alapvetően azért van, itt látszik, hát itt átmegy egy ilyen ködösség. Tehát alapvetően ugye a napkitöréseknek a megfigyelésére épült, de közben hát persze látszik a csillagos háttere. Tehát egyébként felismeri valaki a területet? Nagyon jellegzetes. A csillagos hátteret. Igen, bika, meg fiastyúk. Igen, ugye ez itt a fiastyúk. Ez pedig itt ugye az Aldebaránnál a hiádok. Szépen. És a képen, ahonnan ez néz, egyébként a naprendszer túloldaláról, megmutatom, ugye itt megy az Encke üstökös, ez a Merkur egyébként, a Merkur. Itt megy a Lovejoy, hát a Nevsky is látszik, hát ott, itt ilyen halványan megy egy árnyéka, az nem látszik, és itt van, ugye látszik másik irányba, tehát nem ugyanarra mozognak, ugye ez itt a és ez november 10-e és 14-e között gyönyörű szépen látszik a kitörése. Ugye a kicsi halványból hirtelen fényes, még a csóvája is megnő, lehet egyébként egy kicsit lobogtatja is a napszélbe. Tehát gyönyörű szépen látszik a kitörése, és 4 üstökös van egyetlen egy felvételen. Már október óta egyébként követi az isont ezeken a képeken, ugye követik ezzel az űrszondával. Tehát nagyon szépen látszik ez a kitörése, és sikerült ezzel a kitöréssel legalább eddig a szekély leszik föltornászni magunkat, úgyhogy ez már nagyon biztató, hát ha ide sikerül majd fölnyomorgatni magunkat, hát ugye vagy szétesik az üstökös, hát hogy lehet megállapítani? Hát nyilván lőjünk bele nagy távcsővel. Nézzük meg, hogy milyen belülről, vannak-e ott leszakadó darabok, vagy hogy néz ki az egész kitörési felhő. Nem nézett ki jól. Tehát ez a pajzs, ez olyan nagyon szép, ezek az ilyen leszakadó bajszok vagy szárnyak, de hát általában ezek akkor szoktak létrejönni, amikor fragmentumok szakadnak le egy üstökösről. Ez a szomorú tény, viszont az, hogy egy üstökösről fragmentumok szakadnak le, vagy hogy teljesen szétporlad, az 2 különböző dolog. Az előbbi nem jelenti feltétlenül egy égitestnek a halálát, hiszen például a Hyakutake üstökösnél, ugye emlékezetes üstökösnél, ahol szintén megfigyeltek voltak ilyen érdekes, ilyen félkör alakú kitörések, ugye itten
itt látható, itt az üstökös eleje már nem is fér, bizony egy hatalmas anyagtömeg, még kis leszakadó, különálló részek, meg szétporladó részek is megfigyelhetők az üstökös mögött. Itt is látunk egy darabolódást, a maga az egybe maradt, de leszakadtak róla nagyobb tömegek. Tehát ilyesmi előfordul, és ettől még a Yakuta kezd bőven túlél, és két hónappal később, hát eléggé fickós üstökös lett, ugye itt megint a plejádokat látjuk, ez egy egész hosszú, én ezt láttam vizelsen, hát egy olyan 70 fokos ioncsóvája volt, nem volt olyan rossz a látvány, tehát ez még nem jelenti feltétlenül az üstökösnek a végét. Tehát itt rendkívül sok ismeretlen paraméter van, úgyhogy úgy tűnik, ez a kitörés, ez egy ilyen szerencsére nem a halála, nem is a legnagyobb egészsége volt az üstökösnek, valószínűleg letöredeztek róla, hogy egyenlő a hőterhelés, hogy közelik a naphoz, átforrósodott a mélyebben, és fölmelegedett, és valószínűleg gáz anyag keletkezett, a mélyebben fekvő jegek gázt fejlesztették, és az talán lerobbanthatott darabokat az üstökösről, friss területek elkezdtek párologni, 3 magnitúdóval megnövelték a fényességet, és hát valami törmelék felhő lerepült az üstökösről, de úgy tűnik, hogy a magja az továbbra is egyben van az égitestnek. Na és akkor mi ez az egész, ez a nagy átvágás, az elmúlt 14 hónapban 14 évet öregedett minden tisztességes, üstökös mániás, hogy most jön, nem jön, szétesik, nem esik. Zdenek Szekanyina, téma legnagyobb szakértője, néhány nappal ezelőtt megszerkesztette az üstökösnek a fénygörbéjét. Hát ilyet még sose láttunk. Tehát ez az ison, ez nagyon különleges, nem csak a napközelségében, hanem az egész viselkedésében. Tehát az egész fénygörbe, bár itt ugye ki kellett pótolgatni, itt vannak ezek a nagyon régi, a nagyon távoli 2011-12-es megfigyelések, aztán felfedezés után, ugye amikor januárig fényesedik, aztán megáll a fényessége, aztán előtte elkezdett fényesedni, akkor ugye megint kiesik egy, ugye így kéne tovább menni, amikor előjött a nap mögül, akkor ugye emitt volt, tehát itt megint volt egy ellankadás, itt megint volt egy ilyen letörés, tehát ilyen huplikkal jön szépen fel az üstökös, és ilyet korábban még nem figyeltünk meg. Lehet, hogy csak azért, mert ez nagyon a kis napközelpont távolság miatt nagyon sokan észlelték, és nagyon pontos görbék vannak, de ez az ugrálás, ez teljesen egyedi dolog. És véletlenül az üstökös belső szerkezete, illetve az anyagok, a bennlévő anyagok ugye miatt van, nagyon szépen, azt hiszem a következő ábrán, igen, itt nagyon szépen levezethetők a különböző kitörések, hogy egy nagy naptávolságban valószínűleg a szénmonoxid és a széndioxidnak a hirtelen beindulása, és akkor nagyon, ez nagyon gyors, ez az 5-ös, 4-es feles paraj, tehát egy nagyon gyors fényesedést produkál, de aztán ebben a nagy anyagkibocsátásban ez gyorsan elfogy, és szépen az üstökös elkezd elhalványodni. Jön beljebb a naphoz, beindul egy újabb valamilyen komponens, itt például ezt a D-jelűt, az melyik is a D? Jaj, nem, melyik is a D-jelű? Az... Igen, az ez, amikor most előjött és viszonylag jól fényesedett már idén nap mögül. Ez itt teljesen egyértelmű, hogy itt 2 és 3 csillagászti egység között itt a víznek kell. Tehát ez a vízjég szublimáció indította el, de aztán szépen ez is lankadt, és aztán újra elindult egy fényesedés, hogy ez valami más anyagnak, vagy mélyebben fekvő rétegek, azt nem tudjuk, de nagyon érdekes, és persze, ugye, hogy azért ne legyen nekünk annyira jó, ezt már kiderítettük, ugye lehet látni, hogy nagyjából, ahogy haladunk, ezeknek a meredeksége egyre csökken. Tehát a fényesedés, amit okoz, az azért ellankadt, tehát nehogy véletlenül -10 magnitúdós legyen, ez a fránya üstökös. Úgyhogy ezen nincs rajta ez a kitörés, hát az itt egy nagy, az egy nagyon nagy löket, de az egy extrém dolog. Tehát nagyon érdekes, de nagyon szépen, úgymond ez egy nagyon tetszetős modell, hogy hát igen, látjuk azt, ahogy a különböző illóanyagok beindulnak az üstökösben, és dobnak mindig egyet-egyet külön a fényességgel. Tehát valószínűleg ez az isonnak a történet, és egészen különleges. Na, elérkeztünk a jelenhez. Most viszonylag egybe van, az üstökös, csinált egy kitörést, most néhány napja megint 5 magnitúdós, tehát megint leállt a fényesedés. Volt ez a felugrás, most megint nem történik semmi, bár a hold is nehezíti a megfigyelést. Mi fog történni, merre fog haladni az égitest? Ugye jelen pillanatban itt jár már, a Spica mellett, tehát ugye közeledik, és nem fogom leszámolni, de ugye itt van valahol a nap, ugye meg fogja kerülni. Hát még van néhány napunk, lenne néhány napunk a megfigyelésre. Ugye
itt lemegy kicsit délre, tehát délfelől fogja megkerülni a napot. Ez azt jelenti, hogy nem elég, hogy hát ez elég déli deklinációban van itt a szűzben. Nagyon szépen lehet látni, ugye, hogy benne volt, elment a Mars mellett, ugye mondtam, hogy benne a bolygók között megy, ugye szépen végig is megy az ekliptikán. Tehát nem véletlenül az ekliptikában látszik, hiszen ott halad az üstökös, ugye szépen el a Mars mellett, és aztán pedig a Föld meg a Vénusz pályája mellett. Tehát ezért látszik az állatövben maga az üstökös. A napi most már 3-4 fokot megy az égen, tehát minden nap 2 fokkal alacsonyabban látszik, úgyhogy most már tényleg megvannak számolva a napjai. Ráadásul, hogy lemegy a nap alá délebbi deklinációra itt az utolsó napokba, ami nagyon megnehezíti a megfigyelését, kéne, hogy fényesedjen. Mert ha fölfényesedne 1-2 magnitúdóra, ami álmokba szerepel, akkor nagyon kis, közel a horizonthoz is lehet látni. Ez nyilvánvaló, tehát kéne, hogy fényesedjen, de hát nagyon-nagyon jó lenne, ha a következő napokban lenne valami derült. Ugye látszik, hogy szépen gyorsul a mozgása, hiszen egyre gyorsabban megy, ahogy közeledik a naphoz, ugye 28-án megkerüli, és aztán, ugye ami nagyon szerencsés dolog, elkezd éjszakra vándorolni. Ugye itt van a sarkcsillag, gyakorlatilag a recta stenziója alig változik, megy föl, szeli át szépen a deklinációs vonalakat, és ugye ebből az árból kitalálható, hogy lelassul, fölgyorsul. Ugye miért gyorsul föl, amikor egyébként a pályamenti sebessége lassul, hiszen távolodik a naptól? Hát azért, mert szépen közel kerül a Földhöz. Tehát azért is jó lenne, ha egybe maradna, és viszonylag valami aktivitása meg is maradna, mert még lesz egy Föld közelsége. Most elég messze, hogy egy csillagászti egységre van tőlünk, de szépen, hogy így kifele megy, ugye följön a naprendszer síkja fölé, és itt december 28-án lesz egy 0,427 csillagászti egység. Az elég tisztességes már, az egy jó közelség. Ugye itt van a nap, ugye itt vagyunk mi, ugye szépen erre áll a 50 millió kilométer hosszú csóva, az innen a Földről nézve, ugye pont merőlegesen látunk rá, hát az 80 fok körülbelül. Tehát nekem ez az álmom, amikor én pozitív hangulatban vagyok. De hát még lesz egy ilyen jó kis közelítés. Ugye itt még jobban lehet látni az oldalsó szemszögből egyébként, hogy mennyire szépen, ugye itt ilyen a bolygók síkjába jött be, aztán persze magasan ki fog emelkedni. Szóval szuper, éjszakra megy, éjszakra látszik a naptól, ezt az üstököst nekünk találták. Itt ezért is jó, mert csomó napsúroló, pláne a krajcfélék, azok mindig a déli féltekéről látszanak, ez pedig látszik tőlünk szinte végig. Ugye itt látható, hogy 19-e van, most itt van a Speak alatt, és hát ugye szépen napról napra csökken, itt még a Szaturnusz is fel fog tűnni, meg a Merkur egyébként szépen látszott most 16-án reggel, tehát itt ugye ez azt mondja, hogy hogy van, 22, 24, 25, persze a Merkur is mozog gyorsan, de ha kifényesedne rendesen, itt 25-26-a környékén egyáltalán, tehát egy 2-3 nappal a napközelség előtt, még itt a horizont fényében egyáltalán nem lehetetlen elcsípni, ha 5 magnitúdós marad, akkor nem. De ha fölmenne 2-3-ra, akkor szinte bizonyosan lehetne látni. Ugye megkerüli szépen a napot, és aztán ugye, mikortól lehet készülni arra, hogy már szépen látszik a hajnali égen, hát itt december, ez a piros pont, ez december 1-ét jelöli. Tehát kell egy pár nap, hogy eltávolodjon a naptól legalább egy 10-12 fokra, és aztán szépen ugye itt 6-án jön a Mikulás, és aztán szépen megyünk tovább, majd jön a Jézuska, és akkor itt szépen föl a Jézus, most köszönöm, ez németül van. Ugye ez itt az Ophiuchus, van latinul, és szépen följön a korona mellett, meg Herkules, M13, szokás szerint minden üstökös, vagy az M13, vagy az M31 mellett megy el, nyilván azért, mert ugyanaz a szám, csak fordítva, és aztán szépen, ugye ez az éjszakra menés, ez odáig fajul, hogyha kibírná jó sokáig, ugye itt van Föld közelben, még hogyha maradna, egész itt el van, poláris mellett, ez cirkumpoláris lesz. Tehát elképzelhető az, ugye ez itt a nap fölött van a cirkumpoláris, ugye, hogy szépen lemegy este az üstökös, a 60 fokos csóvája, az föllóg a sarkcsillagig, és akkor szépen, mint egy óramutató, ugye elmegy a horizontalt, és így éjszaka, egy nagy üstökös csóva, egy éjszakon, szépen a horizonton végigvonul. Ez a másik pozitív álmom, mikor a másik oldalra fordulok, akkor meg ezzel szoktam álmodni, hogy ilyen üstökös látszik. Tehát itt azt mondanám, hogy itt ez a 6-a, ez egy péntek, tehát reggel megjön ki, a csizmából kivesszük a
cuccokat megesszük, a felét elrakjuk, autóba pattanunk, mert nyilván szakadni fog a hó, és itt érdemes ezen a hétvégén szervezni valamilyen túrát, ahol egy 10 fok magasra, már viszonylag sötét égre jut az üstökös, valahova Horváth-tengerpart, északi irányt se tartom kizártnak, sőt, azt hiszem mennek Ferihegyről Katányába például fapadosok, de akár a Kanári-szigetekre is. Tehát ekkor már tudni fogjuk, itt már tudni fogjuk, hogy érdemes-e utazni. Valójában ezt már 29-én vagy 28-án a napközelség idején tudni fogjuk, mondjuk 29-én már biztosan, hogy mi lesz az üsvonal. Tehát itt akkor már nem lesznek kérdések. Ez elfogadna. A perihélium napján el fognak dőlni ezek a kérdések. Tehát nagyon jól láthatóság. Ja, apró szépséghiba, hogy ez itt hajnal. Tehát korán kell kelni, nem hagy pihenni ez az üstökös, tehát fárasztani kell nagyon, mint minden jó fogást. Mi legyen ezzel a pár nappal? Ugye ma már ezt nem kell kihagyni. Egyrészt reméljük, hogy a napközelség idején mégiscsak fölfényesedik mínusz 10 magnitúdóig, és ugye lesz a dupla árnyék, ahogy már meséltem. De ha mégse, akkor ma már, ugye nem úgy vagyunk, mint a 60-as években, napfegfigyelő szondák karmada van a naprendszerben, nem csak a Föld és a Nap között a Soho, hanem a két sztereó szonda épp a Földdel átellenbe tartózkodik. Ugye ennek azt hiszem talán a B-nek a felvételét láttuk előbb. Ezek fel vannak szerelve mindenféle kamerákkal, tehát itt ezekben a napokban is gyönyörű szépen két szögből, plusz a Földről, három szögből nagyon szuper nagy térbeli szerkezeteket lehet csinálni az üstökösről. Ugye mi hogy fog látszani? Hát itt van egy jó kis ilyen tábla, ugye október 10, ez amit láttunk, már október 10-e óta megy, és 21-én két nap múlva kezdődik úgy igazán a látványosság, rámegy egy sokkal szűkebb látómezei, jobb felbontású koronográfra, az egyik sztereószondának a koronográfjára, ami már sokkal jobb felbontásba fogjuk látni, és hát aztán persze a nagy cucc, ugye 26-27-én, tehát egy-két nappal korábban egyre szűkebbekre rá fog menni, úgyhogy mindenféle ilyen jó kis ábrákat csináltak már, hogy ezt mutatta. Ez ami nagyon régóta megy, ugye ez egy nagyon nagy látható, itt van a nap, ez egy valami kitakaró elem, ugye itt volt a Hiádok, itt volt a Plejádok, szépen itt mozgott, ugye ment ide-oda az Ison, és akkor itt megmentek a többiek, és akkor 21-én két nap múlva rá fog menni, ugye ez egy sokkal közelebbi területet ábrázol, itt már sokkal ritkásabbak a pontok, ahogy 28-áig, ebből a szögből a napközelség nem fog látszani, ez az A-jelű szondáról, tehát erről, amelyik egy kicsit oldalsó szögbe van, az már nem fogja látni. Ellenben, igen, és aztán szépen ugye rámegy egy még közelebbi, meg egy még közelebbi, tehát négy különböző ilyen koronagráf, vagy hát két koronagráf, meg két ilyen nap mellé néző van. Ugye egészen szépen itt rá fog pöttyögni, ez talán már csak néhány óránkénti pöttyög, mert itt már gyakorlatilag másfél napot fog közvetlen a perihélium környékén, ahogy egyre közelebbi ilyen koronagráfokra rámegy, és a B, ez az A jelű szonda, az ugye pontosan itt van az üstökös pályájának az átellenes pontján. Ez egy tök véletlen, viszont emiatt itt, ahogy megy, szépen az üstökös el fog menni a nap előtt a B jelű szondáról nézve. Ez egy ultraibolya kamera, aminek így át fog menni, ugye egyrészt át fogja világítani, ha minden jól megy a nap, tehát egy nagyon érdekes tudományos megfigyeléseket lehet végezni, hogy ez az ultraibolya volt az, ami a két éve a Lovejoy üstökös lesz, ilyen, ahol egy nagyon így, mint egy ebihala a belőle kiáram anyagot így csóválta, nem raktam be egy külön ábrát, tehát nagyon érdekes megfigyeléseket lehet végezni, szépen elmegy az üstökös a nap előtt, és ugye, hogy tőlünk hogy fog látszani, ugye a Soho az itt viszonylag közel kering hozzánk, tehát ez a mi látószögünkből nézi, ugye délről kerül az üstökös, sajnos ez számukra kedvezőtlen megy, rá fog menni egy belső koronagráfra is, sőt el is fogja takarni itt a belső lap egy néhány órára. Ugye itt lesz 28-án este, ez lesz a 28-ai szakasza. Nem nagyon bízom abba, hogy itt, ugye itt fog majd nagy fényesedés szenvedni a nap közelében. Tehát én azt mondanám, hogy ha egyáltalán nappal égen látható lesz ez az üstökös, akkor ugye itt nálunk este 7 óra van, itt szépen följön valahova ide 29-én napközben
azt hiszem ez 29-e pont péntek lesz. Tehát napközben egyrészt éjszakra a naptól, másrészt remélhetőleg megkapva a naptól azt a forróságot, amitől iszonyatos mennyiségben jön ki az anyag. Ugye 2 éve a Lovejoy üstökös volt, egy ilyen csóva leszakadása volt, de alapvetően 5 magnitúdot fényesedett az előtte és utánához képest. Tehát itt én azt mondanám, hogy 29-ére lehet érdemes egy nappali láthatóságot esetleg még 30-ára tervezni, mikor érdemes akár expedíciót is szervezni azért, hogy a nappali égen láthassunk üstököst. Mert ugye 2006-ban ez előfordult, én magam is ugye többször is láttam a McNo üstököst, de itt ez egy nagyon érdekes szakasz lehet, és ugye magán a Sohón is, hogyha nem is lesz szabad szem, vagy szemmel, vagy távcsővel a nappal égen látható, hát nyilván egy szépen fogja majd az anyagot kilökni magából. Hát, ha még ezt a 9 napot túléli, ami hátra van, ugye 27-ig már csak 8 nap van hátra, amíg ide bemegy. Tehát itt is nagyon lesz egy ilyen kis páholyos szakasz is, és akkor visszaraktam ezt, már nem is tudom pontosan, hogy miért, ugye, hogy szépen az üstökös elő jön, ugye ez lesz a hajnali ég. Mire lehet számítani? Hát vannak ilyen Lovejoy üstökösről, 2 éve volt ilyen napsorol ilyen képek, és körülbelül 3-4 nappal a perhélium után ugye már lehetett ilyen szellemfotókat csinálni az alkonypírban, tehát nagyjából addigra egy 10-12 fokra előjön a nap mögül, de nagyon gyorsan távozik, hogy 5 nappal később már a csóvája, ha minden jól megy, akkor szépen a horizont fölé fog nyúlni, és egy 8 nappal, ugye nagyon gyorsan távozik el a naptól, kb. Egy hetet kell várni, ugye ezért voltam ott az a 6-8-ai hétvége, Mikulás után az, amikor már szépen a fej is ugye láthatóvá válik, hát állatövi fény, Magellán felhőket azt innen a Kárpát-medencéből nem tudok garantálni, de ugye a Lovejoy az délen látszott, hogy ezek a VLT-nek a 2 egysége egészen gyenge és gyatra fotó. Fúj. Csúnya. 8 nap. És aztán már annak ilyen nagyon pozitív képet rajzoló ilyen planetárium szoftverből tárva, aki a 12 nappal később hajnali égen már szépen, szinte sötét égen figyelhetjük meg. Hát mondok is egy fényesség becslés, szerintem itt van a spíka, szerintem azért 1,5 magnitúdos a mag, és fölér a göncöl szekérig a csóva, hát ez mondjuk 50 fok. Ezzel úgy ki is egyeznék. Szerintem ez nem lenne rossz. És mivel éjszakra van a laptól, ezért este is látszani fog, de az nem lesz annyira jó. Az nem lesz annyira jó, ugye itt ez a Herkules, ercöröbe, aki észlel, az tudja, ugye az folyamatosan észlelhető az ercöröbe, meg itt a XHR, meg GHR, meg ezek, ugye, mert itt a nap az nagyon mélyen megy, és ezek a csillagképek, bár nem cirkumpolárisak, de folyamatosan észlelhetők. Tehát itt elhalad az estégen is látszni fog, de látszik, hogy sokkal kisebb szögbe fog állni a csóva, és itt ahhoz, hogy normálisan látható legyen, kell várni sokkal többet, hogy följusson észre, tehát olyan 20 napnak is el kell telnie. Itt van december 18-ra egy ilyen estieges ábra is. Úgyhogy hát itt az kell, hogy az üstökös szépen kibírja a strapát, és itt még sokáig hát fényes maradjon. Itt van 28-a földközelség idején szépen a drákóban. A csóva az itt az nem realisztikus. Hát ez lesz a láthatósága. Minden adott, csak az időjárás kell, meg azt, hogy 9 nap múlva, hogy elérje a nap közelségét. Az se baj, ha néhány órával később, vagy néhány nappal később szétporlad, akkor a porfelhőt azt néhány hétig azért meg fogjuk tudni figyelni szabad szemmel, de hogyha egybe marad, hát az még sokkal-sokkal jobb. Találtam egy ilyen modellt, hogy hogy fog kinézni az üstökösnek a porcsóvája, hogy rálátunk a pályára. De érdekes ez a görbültség itt december elején, mondjuk nem lesz túlja megfigyelhető, de mire olyan jól látható lesz, ugye itt december 6-10-e környékén szép kis klasszikus egyenes csóvájú napsuroló üstökös. Lehet, ez persze csak egy modell, majd meglátjuk, hogy hogy fognak tényleg ezek a porszemek a porcsóva alakulni. Milyen lehet? Hát amihez hasonlít, ugye sajnos az 1680-as mínusz 10, mínusz 12 magnitúdos az nem nagyon hasonlít, de ilyen kisebbek, például mint az 1961-es Wilson Hubbard nevű üstökös, ahol a Wilson egyébként egy repülőgépnek a navigátora, aki a repülőgép, a pilóta fülkéből vették észre, hajnalban szépen repült a repülő, és ott egy üstökös a horizonton.
Egyébként nem ő volt az első felfedező, 9 órával később a világ másfél egy másik repülőbe egy légi kisasszony nézegetett ki az ablakon, mert épp aludta a közönség hajnalban, és látott egy üstökös. De akkoriban még egy repülőről fedeztek fel üstököseket a 60-as években, ugye napkutató szondák még nem voltak. Viszont már ugye nagy volt a repülőgép forgalom, ugye akkor a második világháborúban tetőzett, és ebben az időszakban, akkor még a űrhajózás nem volt, de már repültek, akkor egyébként több ilyen repülőről történt üstökös felfedezés is volt, amit végül a pilótákról vagy kapitányokról neveztek el. Ez nagyon ilyen kis romantikus korszak volt. Szóval ez az üstökös, hát egy olyan 10-20 fokos csóva, egy nagyon kicsi fej, kis ellencsóva, tehát itt több csillagképnyi terület, az olyan kellemesek voltak, hogy a 60-as évek, nem volt az olyan rossz, nem is egy évvel később jött egy másik ilyen, napsuroló-szerű, ezek mind távolabb haladtak el a naptól, de azért egy tized csillagászti egységen belül, hát ezek ilyen szép. Ilyen kis 10-20 fokos csóva, ilyen 1-2 magnitúdos fej, ez sem lenne rossz. És hát ugye 2 éve a Lovejoy üstökös, az is egy ilyesmi kategória, itt a fototechnikák javultak, tehát azért ezek azért néznek ki ennyivel szebben, nyilván 60-as években még filmekre világos ége nem volt olyan könnyű, mint ma mindenféle digitális technikával, de hát egy ilyesmit már csak legyen már ez a mi kis ison üstökösünk. És ezzel még nincs vége a kalannak, mert hogy idén év elején, márciusban volt nekünk egy érdekes történetünk. Ugye, déli félteke, tehát egyetlen se tőlünk. De ez egy Ausztráliából készült fotó, hogy egyszerre 2 szabad szemes üstökös látott az égen. Tehát nem elég, hogy Ausztráliában laknak. Jó idő van, gazdagok. Kiventek hajnalba, egy fölnézett, és akkor na hát egy sárga üstökös, na hát egy zöld üstökös. De ez olyan 2-3 magnitúdos volt a lemon, meg olyan 5. Simán látszott szabad szemmel. Egy zöld, meg egy sárga. Együtt párban. Ilyen utoljára az északi féltekéről 1911-ben fordult elő, 102 éve, hogy egyszerre 2 szabad szemes üstökös látszik. Ugye most a délin ez megtörtént. És december 18-án itt lesz a mi kis isonüstökösünk, a Herkules meg a korona között, és itt ez a kis, ez pedig a Lovejoy üstökös, amelyik már most is szabadszemes. És december 22-éig még közeledik a naphoz, tehát december 18-án ez még a 4 magnitúdos lesz. Ha kibírja az ison, ez itt 9,5 fok távolság, egy arasznyi. Elfben így lehet 2 szabadszemes üstökös 1911 után, és nem az, hogy messze egymástól, hanem iszonyú közel húzhatnak el egymáshoz, és ha így lesz, ha túléli, akkor biztos, hogy a ison az nagyon poros lesz, tehát sárga. A Lovejoy-on viszont látszik, hogy az eléggé gázos, nem úgy, hanem sok benne a gáz, bár az pedig valószínűleg ilyen zöldes. Hát már csak ezért is, még egy plusz, ezért is érdemes szurkolni az isonnak, mert egészen különleges, és persze ez több nap, tehát a Lovejoy az innen föntről jön, most csak a legközelebbi időpont, ez december 18-án lesznek 10 fokra egymástól, ugye az ison meg jön fölfele, tehát ez itt egész decemberben, ha túléli az ison, meg még akár lehet, hogy januárban is, 2 szabadszemes üstökös láthatunk egyetlen egy pillantással fölnézve az égre, ha minden beválik, meg még az addig feltűnő újabb szabadszemes üstökös keres. Ezzel a pozitív kicsengéssel, a kezdetek negativitása után, ezzel megköszönöm szépen a figyelmet, és valakinek valami kérdésre szívesen válaszolok. Thank you.